Szép jó estét kívánok újra, folytatjuk az aktuálissal. Ha hétvégére nem volt még programjuk, akkor ellátogathatnak a 17. Gyulai Pálinka Fesztiválra, de hogy milyen programok várnak minket Gyulán, arról Bora Imrével, a fesztivál igazgatójával beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm a nézőket is! Tehát azon kívül, hogy pálinka és pálinka és pálinka a 3 nap alatt, milyen programok várják a kilátogatókat? Hát igen, itt a pálinka köré építjük ezt a fesztivált, de természetesen minden korosztályt várunk mind a 3 nap folyamán. Azért vasárnap elsősorban a családoké, tehát ott azért gyerekprogramok és minden olyan egyéb foglalatosságok, amik a gyermekeket is lekötik, elsősorban délelőtt folyamán is, mondjuk egy ebéd utánig. És én azt hiszem, hogy minden fesztiválhoz, minden szabadtéri rendezvényhez hozzátartozik az, hogy minden korosztályt megcéloznak. De hát természetesen a pálinkai a főszerep, mint hungarikumi, és hát mellette olyan hungarikumok meg fognak még jelenni, mint a gyulai kolbász, ami kimondottan fontos szempont, azt gondolom, mind a megye, mind a fesztivál életében. És hát elmaradhatatlan, fantasztikus koncertek, amik azt hiszem, hogy minden korosztálynak szólnak, és minden zenei igényt kielégítenek. Pénteken hány órától lehet látogatni a fesztivált? Hány emberre számítanak? Fel vannak-e készülve nagy tömegbefogadására? Hát föl vagyunk készülve, reméljük, hogy az időjárás az kegyébe fogad bennünket, de hát mindig azt szoktam mondani, hogy sokat dolgoztunk, ezáltal biztos vagyok benne, hogy jó időnek kell lenni. És hát reméljük, hogy ki tudjuk tenni a megtelt táblát mind a 3 napon keresztül. Hát én azt hiszem, hogy érdemes lesz már a 13 órakor kezdődő pálinka konferenciára eljönni. Itt egy olyan konferenciát szerveztünk, rendezünk, amire mind a szakmát, mind a átlagpolgárt, aki a pálinka szerelmese, vagy érdekli a pálinka főzés, az eljöhet és megvásárolhatja a konferencián való részvétel jogát, amivel természetesen 3 napon keresztül be tud jönni a fesztiválra is. Ez egy izgalmas dolog. És hát azután pedig 15 órától kezdődik egy felvonulás, amit a pálinka lovagrendek látványos felvonulása lesz a 100 éves cukrászdától. És hát onnantól kezdve már folyamatosan úgymond megy a program halmaz. 17 órától ismerős arcok, azt hiszem, aki ismeri őket, kedveli őket, az ott lesz, mert azért nem szokványos és nem minden nap jönnek hozzánk, akár se Békés Csabára, sem Gyulára. Hivatalos megnyitó után Magna Cum Laude, Majka és Curtis, tehát itt mindenféle fajta zenei csemege lesz, úgy hiszem, pénteken. Ugye 17. alkalommal van a Pálinka Fesztivál, az ön életében első ízben került a kezébe a szervezés. Mi az, amin változtatott, mi az, amin megmaradt, mi volt a fő koncepció? Hát nem csak az én életemben, és nem csak az én döntésem a változtatás. A Tíme, a lányom és a stábja foglalkozik elsősorban a szervezéssel, és hát azért büszkén mondhatom, hogy nagyon jó irányban haladunk, és szinte minden a helyén van, és 2-3 nap múlva kezdünk, de nagyon nyugodt vagyok, mert úgy látom, hogy teljesen profi módon, és minden fűszál be van állítva már. Mi az, ami változott? Egy környezethez megfelelőképpen próbálunk alkalmazkodni, ez egy behatárolt környezet, de természetesen gyönyörű a várral, az Almási kastéllyal, a fürdővel, és hát egy olyan nagyméretű sátor lesz felállítva, ami nem megosztott, tehát egy sokkal látványosabb, sokkal átláthatóbb. Belső faházak, faház kialakítás, ami szintén úgy hiszem, hogy egy sokkal jobb komfortérzet. És hát vannak ott a külső-belső megjelenésekben olyan elemek, amik kicsit másak lesznek, de természetesen nem vitatjuk el a lovász úrnak, az ötletgazdának a munkásságát, mert hihetetlen sokat tett a pálinkáért és azért a fesztivált, és olyan értékeket megtartunk, amit ő is felépített magának. Ugye nem titok, hogy itt a nagy kereskedéssel foglalkozik. Mennyire pálinkások a magyarok, illetve külföldön mennyire népszerű a pálinka, és mennyire lehet ezt népszerűsíteni, ezt hogy látja ennek a helyzetét? Hát az én meglátásom egy speciális ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy a pálinkának nagyon nagy respektje van ma már, tehát szinte mindenki főz vagy főzett pálinkát.
tart otthon és foglalkozik vele, és mindenki büszke rá, hogy ez majdnem olyan, mint a kolbászkészítés, vagy a futball, hogy mindenki kezd érteni hozzá, és próbálja a sajátját nyilván a legjobbnak megítélni, ami szerintem természetes. És hát ezáltal egy jelentős növekedés történt a fogyasztásban, de ezt kiskereskedelemben nem is nagyon érzékelhető olyan szinten, mert ugye, mint ahogy említettem, is nagyon sokan otthon főznek, és ezáltal otthon fogyaszták, tehát nem vendéglátóegységekbe. És itt kapcsolódik az én speciális meglátásom. Szerintem én is a pálinkásokkal évek óta kapcsolatban vagyok, és mindegyiknek elmondtam, hogy szerintem túlpozícionálták a magyar pálinkát. Szerintem nincs olyan hagyománya és nincs olyan nagyságrendje, ami árértékben felrakták, és én úgy hiszem, hogy ez jelentősen megnehezíti a pálinkának mind a vendéglátásban, mind a kiskereskedelemben való értékesítését. Természetesen vannak olyan prémium termékek, amik ezt megérdemlik, de összességében én úgy hiszem, hogy a hagyományos gyümölcsökből készült pálinka az túl van pozícionálva, és én úgy gondolom, hogy ezáltal sokkal nehezebb értékesen külföldön is, és valószínűleg ezért nem tudtak igazából áttörést elérni egyelőre még. Reméljük, hogy ez mint Hungarikum, reméljük, hogy egyszer tényleg egységesítik, és az én elképzelésem, az én vízióm az, hogyha szilvapálinka, az mindenhol legyen szilvapálinka, hogyha almapálinka, az mindenhol legyen almapálinka, ne pedig főzdéken múljon ez, hogy most nekem ilyen fokos, olyan fokos, de lényegében az is Hungarikum. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. A Pálinka Fesztivál egyben verseny is, több mint 300 gyümölcspárlat érkezett a fesztiválra. A részletekről Fabuja Attila pálinka szomeliét kérdezem, illetve okleveles pálinka bíráló is egyben. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, 300 gyümölcspárlat, amelyeknek az értékelése már ugye megtörtént, vagy ez hogy is van pontosan? Ez így van, tehát a hivatalos országos kiírás alapján megrendezésre került az első nagy országos gyümölcspárlat magánfőzők és bérfüzetők számára. Több mint 300 párlat érkezett a versenyre, ahol egy komoly zsűri válódott össze, került meghívás a Magyarországról, úgyhogy mi két nap alatt bíráltuk le az összes versenytételt. És nem csak a zsűri jött Magyarországról, hanem a beküldött párlatok is csak magyarországi párlatok lehettek? Így van, hiszen a pálinka törvény alapján hivatalosan ugye azt nevezzük pálinkának, amit ugye a kereskedelmi pálinka főzdék kereskedelmi célra főznek, tehát zárjeggyel ellátott gyümölcspárlat a pálinka. Ezen kívül minden bérfőzetet és magánfőzött párlatot gyümölcspárlatként hívhatjuk, és csak Magyarországról származó gyümölcs, Magyarországon erjesztett és lefőzött párlatot lehet gyümölcspárlatnak, illetve pálinkának hívni. És akkor ezt a 300 mintát egy okleveles pálinka bíráló végig kóstolja mindet? Hogyan néz ez ki? Hát természetesen nem mindet, hiszen azért ez egy komoly feladat. Minden pálinka bíráló valószínűleg már évek óta ezt űzi, hiszen nagyrészt iskolában elvégeztük ezt a fajta képzést. Minden évben gyakoroljuk, hiszen Magyarországon és hazánkon kívül is több párlatverseny létezik. Ezzel neves bírálók kerültek meghívásra. Mi minden nap általában fejenként olyan 100-120 párlatot bíráltunk le. Ez sem egy könnyű feladat. Azt tudni kell, hogy mi nem nyeljük le a pálinkát, hiszen nagyon magas az alkoholkoncentráció. Ettől függetlenül azért a garatnyomás miatt azért egy-egy korty az mindenféleképpen lelecsúszik. De ahhoz, hogy kompenzáljuk ezt az alkoholos tételt, mindenféleképpen rengeteg vizet és kiflit fogyasztunk, ezáltal próbálunk közömbösíteni és végig objektívek maradni a bírálat során. Mit lehet elmondani az idei mezőnyről, milyenek voltak a pálinkák minőségben, ízharmóniában, íztisztaság, talán ilyeneket vizsgálnak ilyenkor? Így van, tehát alapvetően egy 20 pontos bírálati rendszer működik, bírálati rendszer, amelyben ugye illattisztaságot, íztisztaságot, illat és ízkaraktereket, illetve harmóniát vizsgálunk. Azt kell mondjam, hogy hál' Istennek egyre jobb és jobb pálatok érkeznek. Én nem régen, a 4-5 éve vizsgálom szakszerűen ezeket a párlatokat minden évben, és azt látom, hogy egy nagyon folyamatos fejlődés van minőségben. Egyre többen foglalkoznak, és egy kicsit megértették azt, hogy egy kis odafigyeléssel sokkal szebb, sokkal jobb és sokkal több
pálinka párlát készíthető, ezáltal mindenféleképpen a gyümölcskiolasztás, az erjesztés, illetve a főzésnél is most már sokkal nagyobb odafigyelés van, hiszen közel 50 év alatt azért nagyon komoly negatív irányba ment hazai pálinka főzés. Ezt úgy látom, az utóbbi egy évtizedben folyamatosan javul. Mi a legfontosabb dolog, amire mondjuk egy pálinka készítőnek oda kell figyelni? Hogyha jól tudom, ugye aromát tilos használni, és ezt ki is zárják a versenyből, hogyha... Természetesen, tehát alapvetően egy szép, tiszta, gyümölcsös párlat magának, a gyümölcsnek az eredeti karakterét, illatát, ízét kell, hogy megőrizze. Hozzáadott egyéb aroma, cukor és hasonlóknak igazából negatív hatása van, illetve ezek a pálinkabíráló szempontok alapján nagyon gyorsan kiszűrhető, hiszen mind az aroma, mind pedig a cukor nagyon gyorsan kimutatható a párlatban. Aki kevésbé, vagy nem igazán szokott mondjuk ilyen pálinkákat inni, mitől jöhet meg a kedve, mit kell érezzen rajta, mi az, amit ő vizsgáljon, hogyha így megkóstolja, miben leli kedvét? Ahogy Bora úr is elmondta, hogy ez egy komoly küldetés, egy vízió, hogy alapvetően a magyarországi pálinka fogyasztási kultúrát próbáljuk mindenféleképpen javítani. Még mindig emlékszem az én nagyapám által készített pálinkára, ami azért az a klasszikus, kicsit savanyú, kicsit büdös, de miénk jellegű volt, hiszen rengeteg olyan hibát tartalmazott, ugye penészes vagy rothadt gyümölcs is belekerült, nem foglalkoztak az erjesztéssel, ott állt a hordó a napon vagy a félárnyékben, ezáltal nagyon gyorsan romlott a cefre minősége, nagyon sokáig állt a gyümölcs cefre, csak sok hónappal később főzték ki a cefrét. Tehát ez mind-mind azt eredményezi, hogy ez egy nagyon kellemetlen, azt kell mondanom, hogy kerítésszaggató, ugye, vagy guggolós pálinkának is szokta a köznyelv hívni, ezeknek a pálinkáknak igazából nagy élvezeti értéke nincsen. Ha a gyümölcs eredeti karakterét meg tudjuk őrizni, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon szép, nagyon jó élvezeti értékkel bíró párlat az egy nagyon kellemes, illatos ízében és nagyon zamatos, gyümölcsös, megfelelő élvezeti értékkel bír, akár étkezés előtt, közben, akár digesztív eleggel étkezés után. Pont ezt akartam kérdezni, mikor van ideje a pálinkának? Ez így van, jó, egyet előtte, egyet az étkezés előtte, egyet közben, egyet utána, vagy mikor egyébként, mikor illik pálinkázni? Mi magyarok általában étkezés előtt szoktunk pálinkát, pálinkát fogyasztani, ugye étvágy, gerjesztő hatása, azt tudni kell, hogy azért magas mennyiségű alkohol sokkolja a szervezetet, és igazából előbb-utóbb nem étvágyat fog csinálni, hanem lehetetlen egy alkoholos állapotot hoz létre. Én azt gondolom, hogy étkezés közben is lehet, akár ételekhez párosítva is nagyon szép harmónia lehet, bár ugye magasabb az alkoholkoncentráció, egy kicsit másabb, mint egy pohár bort fogyasztolok az ételhez, de azért ott függetlenül nagyon szép kombinációk lehetnek az étel és a pálinka között. És azt mondom, és azt javaslom, hogy nagyobb mennyiségben egyértelműen az étkezés után alapvetően emésztésserkentő, emésztésjavító hatásaként érdemes a jó pálinkát fogyasztani. Visszatérve a versenyre, ez 16-án lesz az eredményhirdetés, egészen pontosan? Szombaton délután kerül kihirdetésre az országos párlatversenynek a díjai, úgyhogy nincs nagy izgalommal várom, hiszen maga a verseny az anonim, tehát igazából mi nem tudunk semmit, csak egy számot látunk, illetve egy gyümölcsfajtát látunk, úgyhogy nagy-nagy kíváncsiság számomra is, aki ebben a szakmában dolgozom, hogy kik voltak a legjobbak ebben az évben. És mi a tét, vagy mi az, amit lehet ezzel nyerni, azon kívül, hogy mondjuk elismerés, azt hiszem, hogy lesz még ilyen, hogy megye pálinkája is. Így van, tehát alapvetően ez egy külön verseny volt. Tehát egyrészt maga a párlatversenynek, az országos magánfőző és bérfőző versenynek az a tétje, hogy egyrészt a benevezett pálinkák mindegyik egy bíráló lapot kap. Tehát valaki, aki benevezte a pálinkáját, párlatját, akkor pontosan tudja, hogy mit csinált jól és esetleg mit vétett, hiszen ezek nagyon komoly bírálati lapok. Másodszorban azért az ember egy óriási büszkeség, hogy egy országos versenyen mondjuk bronz, ezüst, talán arany minősítést nyert a párlatával, úgyhogy ez egy nagy érdem, és azt gondolom, hogy egy nagyon komoly kihívás az ember számára. A másik versenyről annyit, hogy tavaly évben indult el a kereskedelmi pálinka főzők között, hogy Békés megyében összesen ugye 6 kereskedelmi pálinka főzde van, hogy minden évben a megyei közgyűlés kiválasztja az elnök számára, illetve az egész közgyűlés számára az év pálinkája díjat, amelyet ugye szintén szombaton kerül már kihirdetésre. Maguk a nevezők milyen szányízzel neveztek erre a versenyre, ők mennyire értékelik ezt, hogy az ő munkájukat végig kísérik, ízlelik? Én azt gondolom, hogy ez mindenki számára egy nagy-nagy kihívás. Egyrészt a pálinka készítők, párlatkészítőknek is, hiszen azért végig kísérték ezt a munkát. Szedték a gyümölcsöt, dédelgették, szerintem még beszélgettek is hozzá, hogy egy kicsit jobb legyen, mindenféleképpen karakteresebb legyen, és nekünk szakmabileknek is ez egy nagyon-nagyon komoly feladat, és egy nagy elismerés, hogy ilyen párlatokat tudtunk bírálni.
Köszönjük szépen, valószínűleg mi is megyünk majd pálinkát kóstolni. Ez volt már az aktuális, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!